ablakok a Temzére nyílnak, és gyönyörű innen a kilátás. Köszönöm. Középen a Big Ben, balra a parlament, jobbra a Nelson emlékmű. Hogy? Lélegzet elállító látvány, nem igaz? Szólíts Ricsinek! Ricsi! Gyere, itt vagyok! Jaj, tériszonyod van? Ó, hát hadd emelni, és így megérzi az ember. Viszont! Banán ellensz! Nem lenézni, felnézni! Á! A kormány egyik sikeres minisztere kalandra készül az ellenzéki frakció titkárnőjével, a hotelszoba ablakában azonban egy hullát találnak. A miniszter Félrelép című Ray Cooney darabot már számos társulat színpadra állította, többek között a Mandala Dalszínház is még 2008-ban. Akkor azonnal közönség kedvenc lett, és nem csak a nézők szerették, hanem maguk a szereplők is, akik közül hárman most ugyanazt a karaktert alakítják. Milyen érdekes az a passzív tudás, hogy több mint 10 év távlatából nekünk nyilván leghamarabb jöttek elő a szövegek. Ez érdekes, ezt én se gondoltam volna, de tényleg így volt. Tehát tulajdonképpen szinte egyikünk se nézett bele tehát nem ült le tanulni a szöveget. Nyilván használtuk az elején a szövegkönyvet, de elég hamar el is tudtuk engedni. Tehát azt hiszem, hogy sokat tudtunk segíteni. Mozgásokban is, járásokban, hangulatokban, tehát viszonylag egy rövid időszakasz alatt tudtuk így színpadképessé tenni ezt az új verziót. Míg a régi szereplők szinte szövegkönyv nélkül azonnal beleélték magukat a szerepbe, az új társulati tagoknak bele kellett rázódni a lendületbe. Meg is jegyezte az egyik kollégina, hogy hú, azért itt, amikor így tényleg belecsapunk a lecsóba, tehát a próba folyamat közepén, amikor már tényleg ott vagyunk, hogy már nem figyelünk arra, hogy mit hova teszünk, mert minden automatikusan jön, mondta, hogy olyan tempót diktáltunk, amit így hirtelen nagyon kellett követniük, úgyhogy nekik is fel kellett venni a fonalat, ami nekünk már ugye bennünk volt, ők meg még újként még még azt a fázis nem érték el egyből, mi pedig rögtön fent kezdtük a lendületet. A szobalány, majd az ápoló és a feleség után idén a szerető szerepe jutott Viktóriának. Ez most igazából egy ajándékjáték, úgy tudnám mondani, mert ugye a férjem játssza Bódis Gábor a minisztert, és most ugye én játszom a szeretőjét, tehát a feleségből szerető lettem gyakorlatilag, úgyhogy mondtam is, ezen nevettünk, hogy mondom, ilyen terápia jellegű volt a próba, hogy próbáltunk összehangolódni, úgyhogy ezt azért nézni fogják. Én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült, és remélem, hogy nagy nevetések és tapsolások lesznek közben. A felújított előadás június 28-án pénteken a Magyar Színházak 36. Kisvárdai Fesztiválján, majd augusztus 1-én és 2-án Nyíregyházán a Sóstói Múzeumfaluban a Mandala nyár keretein belül láthatja a közönség. Gyors! Gondolj!